Köszöntöm nézőinket, Önök a Sportpercek adását látják a Miskolc televízióban. Ezekben a percekben is tart egyébként a Népkerti jégcsarnokban a szlovák jégkorong élvonalban rendezett magyar rangadó a DVTK Egesmedvék Macúj Buda mérkőzés, ami mindig különleges csemegét ígér. De azok a sportkedvelők is jól döntöttek, akik most a Miskolc televízió műsorát választották, hiszen labdajátékokról, technikai, illetve küzdősportokról lesz szó összeállításunkban. Kezdésként pedig a labdarúgás, konkrétan arról, hogy 2-1-re legyőzte a Debrecen a DVTK-t a labdarúgó NB1 9. fordulójában. Pedig évek óta nem voltak ilyen közel egy debreceni győzelemhez a diósgyűriek, ha a találkozó statisztikáját, a 90 perc eseményeit nézzük. De a javuló játék ellenére sem szerzett pontot Feckó Tamás csapata, így nem mozdultak el a tabellán sem. Ám látszott az előrelépés is, ami most még nem hozott eredményt, de alapja lehet a közeljövő sikereinek. Talán majd a következő fordulóban a Paks otthonában. Nem változott az előző fordulóhoz képest a DVTK kezdő csapata a keleti rangadóra, amit helyzetekkel indítottak a feketemezes miskolciak, de Prosser sajnos nem tudott a kapuba találni. A 8. percben aztán első lehetőségét gólra váltotta a házigazda, Szécsi gurított a DVTK hálójába. A gól után kijött a sokból és átvette a kezdeményezést is a DVTK, sőt a 32. percben hatalmas gólhelyzetet is kialakított, de Márkvárt nem jól célzott és elakadt a labda a kapusban. Jól jött ki viszont a szünet utána folytatásra a feketemezes Diós Győr, a szögletből leadott megpattanó Márkvárt lövéssel ugyanis sikerült egyenlíteni. Egy órányi játék után Varga adott hangot finoman nem tetszésének egy ítélettel kapcsolatban, összeszedve először egy sárgát, majd rögtön még egy pirosat is. Ám ezek után a DVTK-t érte hideg zuhany, ugyanis a rosszul helyezkedő Iszlai a játékvezető szerint szabálytalankodott a 16-oson belül, Tűzsér pedig ember hátrányban is előnyhöz jutatta csapatát. A találkozó hajrájában egy könnyelmű megoldás, kicsi hiány góllal büntetett a házigazda, de a 87. percben megvolt a gólhelyzete a mieinknek is, ám sem Rui Pedro középre gurításánál, sem pedig Korbé ívelésénél nem sikerült a befejezés, és így 2-1-es debreceni győzelem lett a vége. Furcsa érzésekkel zárult ez a bajnoki, mert ugyan hosszú ideje nem volt ennyire reális esélye egy debreceni győzelemre a csapatnak, mint most. Jó teljesítmény nyújtva közel állt a várt idegenbeli sikerhez a DVTK, de végül pont nélkül zártak a piros-fehérek, így pedig nem sikerült elmozdulni a veszélyzónából a tabellán. Győzni mentünk Debrecenbe, ebben a ritmusban is kezdtük a mérkőzést. Meg volt a lehetőségünk arra, hogy mi szerezzük meg a vezetőtalálatot. Sajnos rossz döntést hoztunk, rossz volt a kivitelezés az ígyszerbe, és ugye a hazai pedig az első lehetőségükből gólt szereztek. Én azt mondom, hogy utána is a mi akaratunk érvényesült, amit kitaláltunk, az nagyon jól működött ezen a mérkőzésen. Nagyon-nagyon bosszantó, hogy ilyen mérkőzésen veszteni tudtunk, hiszen nagyon kevés csapat tud dominálni Debrecenbe. Lehet, hogy sokan tudnak nyerni, de úgy, hogy a hazaiakat 90 percen keresztül szinte a kapujuk elé szegezik, az nagyon kevés csapat mondhatja el magáról. A türelmes játékból vezetett gyors kontrákkal tervezett veszélyt kialakítani a csapat ellenfele otthonában? Igen, és a cél ezen kívül az volt, hogy az ellenfél térfelén minél többet birtokoljuk a labdát, és keressük meg azokat a réseket, amelyeket feltérképeztünk, ahová készültünk. Én azt mondom, hogy mind a kettő jól működött, hiszen 5 kimondott zicserünk volt. Nem is helyzetünk vagy lehetőségekről beszélünk, hanem az zicserről, ami örömteli, hogy ennyit ki tudtunk alakítani, ami bosszantó, hogy ennyit ki tudtunk hagyni, hiszen megint egy pontrugás gólt szereztünk. Valóban ennyi lehetősége talán még hazai pályán sem gyakran akad gólszerzésre a csapatnak, mint most. Időnként ellenfele fölé is kerekedett a DVTK, de érdemes megnézni a miskolci és a debreceni helyzet kihasználást. Komoly a különbség most még, pedig éppen a helyzetek száma miatt lehetett volna fordított is a végeredmény. Óriási pozitívum, hogy fejlődik a játékunk, tehát amióta itt vagyok, tényleg a legjobb mérkőzést játszottuk. Ahogy a beharangozóban mondtam, hogy kezd kialakulni az a játék stílus, amit szeretnék. Ez a mérkőzés jó visszajelzése volt annak, hogy a játékosok vevőkre is meg is tudják valósítani. Most már csak le kell pontosítanunk a végjátékot, hogy egy ilyen mérkőzés után ne lógóra jöjjünk haza, hanem ha már megdolgoztunk érte, akkor tényleg a szurkolóinak szerezzünk annyi örömet, hogy ha ennyien is elkísértek és szurkoltak, 5000 Debrecenben felvették a versenyt a szurkolásban, akkor ők is boldogan tudjanak hazajönni. Amennyiben a statisztikát nézzük, 12-1 lett a szögletarány ide, és hasonlóak az adatok a helyzetek a lövések számában is.
Ugye mindennek van ideje, tehát az első volt a stabil csuka a védekezésünket, az, hogy az első mérkőzésen az nagyon jól működött, valamint a Puskás elleni az a mérkőzésen nagyon jól működött. A labdaképzetelünket, a labdabirtoklásunkat kellett megcsinálni olyanra, hogy kellőképpen helyzeteket tudjunk kialakítani. A heti munka pedig arról szólt, hogy a támadó harmadban, hogy felérünk, akkor milyen pozíciókat kell betölteni. Én azt mondom, ez sikerült is, csak az utolsó, nem tettük fel az íra a pontot. Furcsa dolog talán dicsérni a támadó játékot egy vesztes mérkőzés után, de akár a kezdőcsapat esetében, akár a cserék után is, melyek az előrejáték frissítését szolgálták, idegenben is szép számmal dolgozott ki zicsereket a DVTK. Ahhoz, hogy előre léphessenek majd a piros-fehérek, nagyobb koncentrációra lesz szükség a folytatásban. Együtt nyerünk, együtt veszítünk, tehát ugye az én felelősségem is, hogy nem rúgtuk be a helyzeteket. Úgyhogy mindenki be akarja rugni, tehát minden játékos, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, mert nagyon jól játszott, és tényleg csak ismételni tudom magam, hogy Debrecen otthonában ilyen teljesítmény nyújtani, hogy még az ellenfél vezetőedző is csak elismerően beszél rólunk, és a Fortunának köszönhette a győzelmet. De lehet, hogy nekünk még udvarolni kell még a Fortunának, hogy fogja meg a kezünket, és az ilyen mérkőzéseket, legalább az ilyen mérkőzéseket nyerjük meg. Ehhez a kategóriához tartozik az is, hogy bár Diógyőri helyzetekkel indult a 90 perc, gólt mégis a hazaiak értek el. Átvette a kezdeményezést ezek után a Feckó csapat, sikerült egyenlíteni, és jött a Debrecen sújtó kiállítás is. Ám pár perc elteltével mégis az ember hátrányban lévő csapat rúghatott büntetőt, és nemhogy fordítani nem sikerült, de hátrányba kerültek a fekete mezesek. Ugye a kiállítás ilyenkor lélektanilag befolyásolja a mérkőzés menetét. Ugye egy 5-6 perces periódus van ilyenkor, amikor rendezni kell a sorokat, és a 10 emberrel maradó csapatnak azt mondom, a lelkesedése a lábhagy. Sajnos ebben az 5-6 percben mi gólt kaptunk, egy olyan elkerülhető gólt, ami előtt mi vezettünk 2-1-be a védőkre a labdát. Tehát ha abban a szituációban olyan megoldásra van szükség, amiből a gólhelyzet lesz, nem az, hogy még a kontra legyen belőle. Úgyhogy a 10 emberrel pedig ugyanaz volt, mint Kaposváron, hogy a 16-oson belülre beálltak, és nagy minden lövésünkbe belevetődtek, és ami bosszantó, hogy a lecsorgó labdákra hamarabb odaértek, vagy hozzájuk pattant, ez ki hogy nézi. De a mi dolgunk az, hogy ezt a játékot tovább vigyük, és tényleg, hogy ilyen. Én úgy gondolom, hogy a szurkolók az ilyen játékra vevők lesznek, és tényleg, amit az első szépfoglaló beszédben mondtam, hogy töltsük meg a stadiont, és akkor örüljünk a győzelmeknek. A végeredmény nem ezt tükrözi, de mégis szinte minden mutatóban jobb volt ellenfelénél a miskolci együttes, meg volt a győzelmi esély is, de pontot szerezni, előrelépni nem sikerült. Én azt mondom, hogy engem csak az érdekel, hogy a csapat eredményes legyen, mindegy, hogy mik jönnek velünk szembe, vagy mik voltak eddig. Csak a holnapra kell koncentrálni, hogy sikeres legyen a csapat. Úgy gondolkozom, hogy a következő mérkőzés nyerjük még Pakson. Hogyha rossz játéka, akkor rossz játéka, de erre a játékra tényleg lehet építeni, és ezt kell tovább vigyük annak érdekében, hogy 3 ponttal tudjunk hazajönni. A Debrecen elleni bajnokit kedden este 7:30-tól nézhetik meg itt a Miskolc televízióban. A vezetőedző által említett következő bajnoki a Paks otthonában esedékes 90 perc kezdési időpontja október 26-17 óra. Sokáig kellett várni rá, de eljött a pillanat. Tulajdonképpen a szezon kezdete óta most fordult elő először, hogy nem a sérülések állítják össze idézőjelben Cicás László vezetőedző helyett a DVTK kosárlabda csapatát az adott mérkőzésre, hanem a szakember. Még egyszerűbben, Chanel Mokangót leszámítva meggyógyultak a sérültek, és ami tulajdonképpen haba tortán, megérkezett Miskolcra, és hétfőn este már a csapattal is tréningezett az újdonsült WNBA bajnok Shatori Walker. Mindez azért is remek információ, mert tovább folytatódik az erőltetett menet a piros-fehéreknek. Ahogyan a végső győztes Washington csapatának játékosai ünnepelték a sikert, szemüvegben köszöntötte a DVTK vezetőedzője a csapathoz WNBA bajnokként visszatérő játékosát, Shatori Walkert. Nagy öröm ez a csapat házatáján, hiszen a rendkívül szimpatikus amerikai légiós mellett már visszatérhetett Katona és Kányási is, így végre kellemes gondok vehették át a kellemetlenek helyét, hiszen tulajdonképpen egészséges lett a keret.
Mindez talán a legjobbkor, egy nagyon komoly meccsterhelés kellős közepén élvezheti a stáb. A ZTE elleni idegenbeli győzelem után a hétfő esti tréningen kerestük fel a DVTK kosárlabdázóit. Mai naptól teljes lesz a keretünk. Én úgy vezettem volna fel itt az elmúlt időszakot, hogy volt három nagyon-nagyon kemény mérkőzésünk. Győr ellen, idegenben Zalaegerszeg ellen, idegenben, illetve itthon a Szekszárd ellen. Én úgy gondolom, hogy a Walker hiányában úgy gondoltam előzetesen, hogyha háromból két mérkőzést meg tudunk nyerni, akkor az nem annyira elfogadhatatlan. Ez szerencsére teljesült, úgyhogy én azt gondolom, hogy rendben van minden, és mostantól teljes csapattal, teljes koncentrációval megyünk tovább, és remélhetőleg jönnek továbbra is a szép eredmények. Nagyon-nagyon fontos mérkőzés volt, nagyon-nagyon nehéz mérkőzés. Ott abban a nagyon nagy sportkomplexumban nagyon nehéz mérkőzést nyerni. Idén is hasonlóan, mint tavaly, nagyon jó csapata van a Zalaegerszegieknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó néhány csapat meg fogott szenvedni. Többek között azért mi is megszenvedtünk, és nagyon-nagyon értékes győzelemmel jöttünk el, többek között azért is, mert ha jobban belegondolunk, a Győröt kikapott ugyanezen a pályán egy pár héttel ezelőtt. Amennyiben a legutóbbi idegenben játszott bajnoki statisztikáit nézzük, volt egy nagyon erős második negyede a DVTK-nak. Ez volt a győzelem fő oka, vagy összességében is a terveknek megfelelően alakultak végig az események? Nagyon fontos periódus volt. Én azt gondolom, hogy összességében az volt a győzelmünknek a titka, hogy nem egy-két pilléren álltunk, hanem minden játékos, aki bejött a padról, hozzátett nagyon komoly teljesítményt. Tehát legyen itt szó top játékosról, kezdőjátékosról, illetve csere padról beszálló játékosról. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon komplett produkciót sikerült letennünk az asztalra, ami miatt nagyon-nagyon boldogok voltunk, és még egy plusz délelőttet is kaptak emiatt a lányok. Győr, majd a Szekszárd elleni bajnoki rangadó, Európa Kupa rajta Peac ellen, amit a ZTE elleni újabb bajnoki erőpróba követett. Ezek után majd egy újabb Európa Kupa mérkőzés a spanyol bronzérmes otthonában, és jön még egy idegenbeli bajnoki fellépés a Vasas otthonában is. Nagyon nehéz időszak ez, és természetesen ezzel még nem érnek véget majd a további nehézségek sem. Hogyan néz ki mindez fizikai, illetve mentális szempontból a csapat számára? De még most továbbra is nagyon feszített a tempó. Ugye holnap reggel utazunk Spanyolországba egy ilyen átszállással, tehát Frankfurtból repülünk majd tovább. Onnan, ha megérkeztünk Spanyolországba, Barcelonába, onnan még egy több mint 3 órás buszút fog ránk várni. Úgyhogy nyilvánvalóan a holnapi napunk az kuka. Viszont van a szerdai napunk, amikor délelőtt tudunk még egyet edzeni a csapattal, teljes kerettel, mert ugye a Sator is velünk fog tartani. Utána játszunk szombat este egy mérkőzést a tavalyi spanyol bronzérmes csapat ellen. Utána hazajövünk csütörtökön, pénteken tudunk egyet edzeni, és már is játszunk szombaton a, mondhatom, az bombaformában lévő Vasas otthonába. Következő héten jön hozzánk a francia Landes. Utána való hétvégén megyünk Ceglédre. Úgyhogy mondhatom azt, hogy tényleg eléggé feszített a tempó, de bírjuk, nem panaszkodunk. Ezért dolgoztunk rengeteget a nyáron. Én azt gondolom, hogy a csajok készen állnak erre a menetelésre, hiszen más dolguk sincsen. Abban egyet lehet értenie mindenkinek, hogy valószínűleg nincs olyan kategória, hogy könnyű nemzetközi mérkőzés. Különösen nem mondható ez el a DVTK szerdai ellenfeléről az idegenbeli második Európa Kupa találkozóról. Spanyolországban nagyon nagy kultúrája van a kosárlabdának, a nőkosárlabdának is, hatalmas hagyományok. Én úgy gondolom, hogy ők is légiósokra építenek, van két amerikai légiósuk, van egy svéd légiósuk, úgyhogy emellett nagyon rutinos spanyol játékosok, fiatal spanyol játékosok. Én azt gondolom, hogy kimondottan ők hazai pályán lesznek nagyon veszélyesek ebbe a kupa sorozatba, de azzal a nem titkolt céllal utazunk el, hogy mi bizony szeretnénk ott nyerni. Még valamikor a szezon első edzéseinek egyikén nyilatkozta azt a vezetőedző, hogy nehéz időszak vár rá, hiszen Katona Szidónia és Kányási Veronika lábadoznak. Akkor sérült meg Chanel Mokangó, és az is kalkulálható volt, hogy a kitűnő bedobó Satori Walker is csak a WNBA befejeztével csatlakozhat. Ám ez az akkor nagyon hosszúnak tűnő időszak most befejeződött, és ezért komfortosabban érezheti majd magát talán a kispad előtt a szakember ezen túl. Reméljük, hogy ez ilyen egyszerű lesz. Össze kell rakni a csapatot, tehát tényleg most már nem az a probléma, hogy nincsenek játékosok, hanem az a kellemes probléma,
hogy nagyon sok játékos van, nagyon sokan szeretnének a pályára kerülni, tehát ezt megfelelő módon kell menedzselni, hogy senkinek az érdekei, vagy legalábbis minimálisan sérüljenek. Való igaz, hogy én úgy érzem, hogy az edzésmunkánk is sokkal jobb lesz, és nagyon bízom, hogy emellett még javulni fog a mérkőzésen való teljesítményünk is. De térjünk vissza még egy gondolat erejéig Shatori Walkerre. Azt gondolná egy kibic, egy kívülálló, hogy ilyen esetekben megérkezett a megoldás, és az adott vezetőedzőnek csak a gólpasszokat, a dobott kosarakat kell számolni, a nehéz helyzeteket könnyűszerrel kezeli majd a csapat. Ám ennek van egy olyan olvasata is, hogy messze még a szezon vége, fontos a játékosok testi épsége, és ezért egy olyan menetelés után, mint a WNBA megnyerése, óvatosan kell adagolni a játékperceket, bármennyire is várta már mindenki az amerikai kitűnőség érkezését. Hogyha szerencsénk lesz, és minden úgy alakul, ahogy szeretném, akkor ő ugyanolyan alázatos, ugyanolyan szerény lesz, mint az előtt volt, hogy nem lett a WNBA bajnok, és akkor nagyon könnyű dolgunk lesz. Ha ez nem így lesz, akkor viszont egy sokkal nehezebb feladat elé fog engem állítani. De hát, ahogy te mondtad, kibiceket, én inkább nézőknek nevezném. Őnekik más dolguk sincsen, csak az tényleg, hogy eljönnek a meccsre, élvezzék, lássák, aztán én majd megpróbálom a többit megoldani. Ez egyébként egy roppant nehéz feladat, ennyi jó játékost egy irányba terelni, illetve egy hajóba ültetni, de ez legyen úgy gondolom az én problémám, meg a stáb problémája. Én csak abba bízom, hogy tényleg egyre több néző fog kilátogatni, egyre többen fognak szurkolni a lányoknak, mert emberfeletti munkákat tesznek bele edzéseken, tényleg hétvégeken, úgyhogy én azt gondolom, hogy már szinte csak ez hiányzik, és ígérem, hogy mi megpróbáljuk szállítani az eredményeket. 23 egyesület több száz versenyzője vett részt az Avas Kupa Csordás József Karate Emlékversenyen. Az egyetemi körcsarnokban lebonyolított viadalon 57 kategóriában különböző korosztályokban szerepeltek a megjelentek, és most első alkalommal a rendező egyesület a miskolci Justitia Fujia mese nyerte meg eredményességi szempontból a viadalt. Már 13. alkalommal emlékeztek meg versenyzéssel Csordás József mesterről Miskolcon a Karate Avas Kupán, ami a szokásoknak megfelelően emlékverseny is volt egyben. 2019-ben is népes mezőn gyűlt össze, 57 kategóriában a 6 évesektől a szeniorokig léptek versenyzők a tatamira. A már több mint 30 éves hagyományra visszatekintő Avaskupa megnyitójában Mészáros János, a Magyar Karate Szövetség elnöke szólt a megjelentekhez, megemlékezve Csordás József szenszeiről, kiemelve az emlékverseny jelentőségét. Az emlékverseny hagyományait követve ezúttal is köszöntötték Csordás József családját is. Tulajdonképpen a Csordás József emlékversenyt 13. alkalommal rendezzük. 2006 őszén halt meg a mester, és az emlékét megpróbáljuk feleleveníteni. Tulajdonképpen itt most már nem a szomorúság, hanem az, hogy együtt vagyunk, és ő az apropója, hogy együtt vagyunk Miskolcon. De annyit azért tudni kell, hogy ennek a versenynek az előzményei az Avaskupára nyúlnak vissza, és az Avaskupa is most már olyan 30-35 éves lehet, amióta elkezdődött, és hát pont ezért került ide az ő emlékversenye is, mert ezt ő is rendezte sok éven keresztül, ő volt a versenynek a főszervezője. Ami nekem nagyon fontos, hogy itt, ahogy említettem a megnyitó beszédemben is, itt mindenki szívesen jön erre a versenyre, a támogatóink szívesen segítenek, szinte kérés nélkül is, és egy nagyon jó érzésű, jó hangulatú versenyen vagyunk itt, és emlékezünk rá, illetve hát folytatjuk az Avaskupa hagyományait is Miskolcon. Magyarországon a karate olyan 1972-ben indult, és igazán a szervezet keretek között 76-ban kezdődött el, hogy egyesületi szinten is, és kialakultak azok a formák, ami elismerté tették, de a versenyek azok olyan 77-78-tól, tehát Magyarországon nem sok olyan verseny van, ami ezt az időszakot megélte. A világban, ahol természetesen mondjuk a II. Világháború után elindult a karate, ott nyilván vannak hosszabb hagyományú versenyek. Én ezt most nem tudom megmondani, de ez egy nagyon komoly, tehát ez a 35 év nagyon komoly. Azt tudom, hogy Miskolcon én már 1982-ben részt vettem versenyszervezésében, akkor még versenyző is voltam, és az volt tulajdonképpen az első olyan verseny, és utána Miskolcon mindig voltak világversenyek, és nagyon fontos események, ami a karaténak egy olyan hátteret adott, hogy Miskolcot
egy nagyon fontos vidéki bázissá, most éppen a regionális, egyik regionális centrummá tette. Tehát ez a verseny is hozzájárult az itteni karate hagyományainak a megőrzéséhez. Tulajdonképpen a karate nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben, az egyik leggyorsabban, legdinamikusabban fejlődő sportággá vált. Egyébként a negyedik legnagyobb sportág vagyunk, a csapatsportágokat is beleérte, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda mögött, tehát létszámunkat tekintve a karate az egy nagyon erős sportág, és hát azt kell, hogy mondjam, részben a szakmai munkának, részben nyilván ennek a létszámnak köszönhetően mindenhol ott vagyunk, ahol az oktatásba részt vehettünk. Ma már a testnevelési órák keretében is taníthatunk karatét a diákoknak. Egyébként az iskolán kívüli foglalkozások keretében évtizedek óta ott vagyunk, és ami fantasztikus, hogy a testnevelési egyetemen is elindult újra az osztatlan szakedzői képzés, beindul a mesterképzés, és már a mostani szeptemberi évtől az osztatlan testnevelő tanár képzésben is a testnevelő tanárok karatét tanulnak, ugyanúgy, mint ahogy a judót vagy a régi nagy sportágokat. Úgyhogy ez is egy fantasztikus dolog, tehát ez is a sportágunknak a sikere. Miskolc, ahogy említettem korábban, az egyik regionális központ, tehát a fővároson kívül 5 ilyen központot tartunk nyilván a Karate Szövetségben. Miskolc mindig az egyik legsikeresebb volt, tehát már az én időmben is, és a mai napig is mindig számtalan válogatottat adunk az országos válogatott keretbe. Részt veszünk nemzetközi versenyeken, a stílusbajnokságon számtalan EB és VB aranyunk van, de a nagy válogatottban, tehát az olimpiai szakáknak a válogatottjában is Miskolcról mindig van ott néhány versenyző, a magyar bajnokságokon általában érmeseink vannak, tehát az, amit mondtam, hogy regionális centrummá válhatott Miskolc, ennek a következménye. Egyébként a vidéki, az olimpiai szakák versenyzői közül az egyik legjobb, tehát általában a fővárosi nagy klubok mögött mi általában azért ott vagyunk az éremtáblán. Itt már, mint a miskolciak, hát nyilván én, mint a Karate Szövetség elnöke, mindenkinek ugyanígy szurkolok, de azért az egy külön fontos dolog a számomra, hogy Miskolc azért mindig jól szerepel, és jól szerepel a napjainkban is. Ezúttal is gazdára találtak a külön díjak. A legnépesebb csapatnak járó elismerést a Budaörs SC képviselője vehette át. A verseny legfiatalabb indulójaként Farkas Balást, az MTK versenyzőjét köszöntötték, de emlékdíjat vehetett át a legidősebb induló, vagyis a szintén budaörsi Vocelka Ferenc is. A valóban minden szempontból családias hangulatú versenyen többek között a friss magyar bajnok Bérces Botont is tatamira lépett forma gyakorlatával, és megnyerte a 12-13 évesek kategóriáját és az egyel idősebbek kiírását is. Majd értékelte a látottakat. Szerintem picit rosszabbul sikerült, mint ahogy elterveztem, de remélem, hogy majd a következők azok jobbak lesznek. Nem tudom, szerintem picit erőtlen volt, és hát remélem a többi jobb lesz. Rákérdeztünk az ifjú bajnoktól arra is, hogy a most látható kata egy teljesen új gyakorlat, vagy csiszolgatja már egy ideje azért. Csinálgattam már versenyeken is többször, de még ez a legfrissebb. Tehát ez az egyik legfrissebb katám. Szerintem ez olyan közép, hát amiket csinálok ahhoz képest, ilyen közép kategóriás. Vannak nehezebb, vagy hát olyan második legnehezebbnek tartom. Miután itt egy képzelt ellenféllel vívott harcot jelenítenek meg a versenyzők, megkérdeztük azt is, hogy mi a jól előadott kata titka. Hogyan kell ezeket a mozdulatsorokat hatásosan bemutatni? Lényeges, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, tehát ne csak hadonászunk össze-vissza, hanem tudjuk, hogy mi az az adott mozdulat, vigyünk abba erőt, és mutassuk meg úgy, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, nem csak hadonászunk össze-vissza. Most lesz 7. éve, hogy elkezdtem a karatét, és hát a kezdetektől kezdve inkább kata felé hajlok, mint a kumite felé. Ugye kumitéhez nagyon kicsi vagyok, katához viszont jó az alkatom is. Ezt a katát egy olyan fél éve kezdtem el gyakorolni, csinálgatni. Igen, úgy jövök ki, hogy magamhoz képest a legjobbat nyújtsam. Lehet, hogy kikapok, de magamhoz képest, hogyha jól teljesítettem, akkor én elégedett vagyok. A feszült várakozás után pedig tatamira lépett talán a legnagyobb miskolci esélyes is. A Karate Szövetség miskolci elnökétől rákérdeztünk a magyar kata válogatott egyetlen miskolci tagjának teljesítményére, hiszen magas szintű forma gyakorlataival elérte Tóth Vanda, hogy tagja legyen nemzeti együttesünknek.
Tóth Vanda egy nagyon jó versenyző Miskolcon, a korosztályában szép eredményeket ér el, ami azt jelenti, hogy mondjuk a korosztályában a magyar bajnoki rendszerben általában azért éremszerző, tehát az első három helyek valamelyikén van. Hát azt, hogy ő lesz-e olimpiai szereplő vagy nem, azt most nagyon nehéz eldönteni. Tokióban biztos, hogy nem, tehát ahhoz nagyon fiatal. Párizsban még nem dőlt el, hogy ott lesz a karate vagy sem. Párizs, vagy ha ott leszünk és hosszú távon ott leszünk, akkor van esélye. Annyit hagyd mondjak egyébként, hogy a katában az a kor, hogy mondjuk valaki 17 éves, 18 éves vagy 22, az nagyon-nagyon fiatal még. Tehát katában most, akik a legjobbak a világon, azok mind 30 év fölöttiek. Olyan is van, aki 35 év fölötti, és most éred be. Tehát a kata az egy olyan formagyakorlat, ahol érteni kell, érezni kell, és föl kell nőni hozzá. Tehát ahhoz, hogy úgy lehessen előadni egy formagyakorlatot, ahhoz van szükség egy bizonyos korra is. Tehát nagyon kevés fiatal versenyző van a kata versenyszámokban a világ első három helyén. A csapattárshoz, Botonthoz hasonlóan Vanda is két életkori kategóriát megnyerve zárta az Avas kupát. Én magamhoz képest egyébként jónak éreztem, szóval erősnek meg összefogottnak, viszont arra nem számítottam, hogy folyamatosan kell katáznom, szóval így, mivel mindig én kezdtem, így nem volt sok időm, hogy pihenjek. De egy résznél egyébként az első körben kicsit meg is billentem a végén, amit nem kellett volna, és ott nem is szoktam, szóval remélem első és utolsó alkalom volt, de összességében szerintem most úgy jó volt. Mind a két katát már nagyon régóta csinálom, és csak most ugye mind a két kategóriában ugyanazzal indultam, hogy majd a nagyobb versenyekre ezt a kettőt külön kéne tökéletesíteni, és hogy ott jobban menjen. Igazából a nagyobb bajnokok is több évig tanulják, tehát 5-10 évig, tehát be kell érnie kell egy idő, mire beír egy kata, és tehát sokáig ezeket, tehát sose tökéletes, mindig kell gyakorolni őket. Most már azért többet edzem meg komolyabban, és remélem, hogy majd ebből lesz valami későbbiekben. Nyáron voltam edzőtáborokban, az egy ilyen a válogatott, ahol volt edzőtábor, az nagyon kemény volt, heti, vagy hát napi 4-5 óra edzés az volt, reggel este, mellette futással, de azért nyaralni is voltam, meg pihentem is, azért a nyár közepén volt nekem is pihenő, de így, hogy közeledett a versenyszezon, így elkezdtünk edzeni, és a többi versenyre készülni a fontosabbakra. Például a februárban esedékes Európa-bajnokságra, ahol ott lesz a válogatott tagjaként a miskolci tehetség is. Létrehoztak egy ilyen női junior, ez még nagyon új csapatkatát, és elvileg készülünk, biztosan készülünk az EB-re csapatba, ami ugye Budapesten lesz 2020 februárjában, és hát arra is külön kell edzeni, tehát külön edzésforma, mert ugye ott a szinkronba kell mozogni, tehát teljesen más, mint az egyéni, és nagyon kemény, de igyekszem a legjobbat kihozni magamból majd. Az alapja a bunkáj, ugye az a kata értelmezése, és ebből adódik össze a kata támadások is, ütésekre való védekezés és visszatámadás, és igazából, hogyha tud az ember karatézni és alkalmazni páros gyakorlatokban a csípőt megfelelően használni, akkor ez a katába is vissza fog köszönni, és ezáltal, tehát ez nem csak a kata és nem csak a technikákat kell gyakorolni, ami egy kívülállónak lehet, hogy teljesen ismeretlen, de ez igazából teljesen nehéz, és kell tudni ezt alkalmazni, mit csinálsz, nem csak úgy utca levegőbe, hanem felületre gyakorolni, hogy jó legyen az ütés, rugás, minden. Végül pedig ejtsünk arról pár szót, hogy milyen jövőkép rajzolható fel a karate elé az elkövetkező időszakban. Az olimpiai felkészülés folyamatban van, a kvalifikációs versenysorozat folyamatban van. Nagyon nehéz a kvalifikáció a karate sportákban. 14 kvalifikációs verseny van minden évben, ami azt jelenti, hogy ennek a folyamatnak a közepén tartunk, és majd Párizsban, jövő év tavaszán, áprilisban lesz az a verseny, ami végképp lezárja, hogy ki tudott kvalifikálni a tokiói olimpiára, és ki nem. Az a szerencsés helyzet Magyarországon, hogy van kettő olyan versenyzőnk van, akik az olimpiai ranglistán most is az első 10-ben vannak, a Háspataki Gábor és a Padiszi Marciel, az egyik MTK-s, a másik az újpesti versenyző, akiknek nagyon komoly az esélyük, hogy ők Tokióban részt is vehetnek, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a többiek is, akik mondjuk a világranglista, az olimpiai ranglista mondjuk első 50 helyén vannak, azoknak az esélye még nyitott, de hát a két versenyző mellett én azt gondolom, hogy legfeljebb másik két versenyző lehet, aki olyan helyzetbe kerül, hogy Párizsban
az utolsó kvalifikációs versenyen esetleg érmes lehet. Onnan közvetlenül kikerülhet az első három versenyző, viszont azt is jelenti, hogy akik bekerültek a ranglistákon az első négy helyen, azok már nem vesznek részt, és azok az országok sem vesznek részt a párizsi kvalifikációs versenyen, akiknek a versenyzők már benn van. Ezért a ranglista hátrébb lévő helyéről is előre lehet kerülni, tehát ezért Magyarország, a Magyar Karate Szövetség úgy döntött az utolsó pillanatig, tehát mindaddig, amíg a párizsi kvalifikációs verseny véget nem ér, addig a versenyzőinket ott tartjuk a küzdelemben, hogy dolgozzanak és higgyenek abban, hogy van esélyük. A miskolci Justícia Fujiyama ese lett végül a verseny legeredményesebb klubja, 10 arany, 10 ezüst és 10 bronzéremmel zárva az Avaskupa Csordás József karate emlékversenyt. Önök az elmúlt percekben a Miskolc Televízió heti sport összefoglalóját látták. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!